Csúszik a betakarítás, lassan halad az aratás megyénkben az esős időjárás miatt. A gazdák tartanak attól, hogy a sok eső ronthat a termés minőségén is. Emelkedő vasúti bérek, a Magyar Államvasutak ZRT abban bízik, ennek köszönhetően javul a vállalat munkaerőpiaci helyzete is. 100 köbméter hulladékot gyűjtöttek, idén Tiszalökön rendezte meg a WWF Magyarország az úgynevezett nagyugrás akcióját. Lassan halad az aratás megyénkben az esős időjárás miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 55 ezer hektáron termelnek gabonaféléket. A búza betakarítását késlelteti a rossz időjárás. A gazdák tartanak attól, hogy a sok eső ronthat a termés minőségén is. A felvásárlási árak a terméshozamtól függnek majd. Jelenleg 42 ezer forintot adnak tonnánként a búzáért. Hetente összeül az aratási bizottság a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei agrárkamarában. A megyében 10-14 nap alatt is befejeződhetne az aratás, a technikai feltételek adottak ehhez, de az esős időjárás miatt nem tudnak haladni a gazdák a kalászosok betakarításával. Az őszi árpa 76%-át learatták, de a búzához szinte hozzá sem kezdtek még. A borsóval és a repcével is félbehagyták az aratást, mondták el. 55 ezer hektáron termelnek gabonaféléket megyénkben, ebből búza 25 ezer hektáron terem. Egyelőre még amiket levágtunk, illetve belekóstolgatnak, nagyon jó minőségek vannak, csak ez a csapadékos időnek most már jó lenne, ha vagy két hétet engedne, hogy az aratás beinduljon és be is fejeződjön. Ugyanis ez a csapadékos időjárás, mikor már ért a kalászos, akkor káros hatásokat vált ki, és betegségek jelentkeznek benne. A fúzáriumtól féltik a búzát, és a termés beltartalmi értéke is csökkenhet, ha nem tudnak kiszáradni a szemek. A felvásárlási árak a betakarított mennyiséggel arányosan alakulnak majd. Általában a felvásárlók a menet közben alakítják ki a áraikat, így ők különösen búzából a nagyon jó minőségű búzára 42 ezer forintot ígérnek per pillanat, és hát nyilván 2000 forint a minőségi kategóriától függően lejjebb, és hát takarmányban például összeárpa nagyon kicsi a kereslet, hát a titikálé még nem kezdődött meg, reméljük, hogy egy közepes ára, hisz a titikálé beépülésre került a baromfi takarmányba, receptúrába, és úgy gondolom, hogy annak viszont lesz keresete. A csapadékos időjárás nem teszi jót a gabonaféléknek, a tavalyi rekordév után országosan is 10-20%-kal kevesebb terméshozamra, mint egy 4 millió tonna búzára számítanak a gazdák, ami az ország kenyérgabona ellátására elég lesz, és akár juthat exportra és vetőmagra is. A minőségre, ha nem is lesz kifogás, a felvásárlási árakat viszont keveslik a gazdák, főként annak tükrében, hogy ebben az évben a szélsőséges időjárás károkat okozott a gabonafélékben is. Búzát országosan 958 ezer hektáról takarítanak be, ha az időjárás is engedi, augusztus elejére be is fejeződhet az aratás. Tovább gyűrűzik a dinnye botrány. Az elmúlt hétvégéhez képest most már nem egy, hanem több nagy áruházlánc is jóval a szezonális ár alatt kínálja a magyar dinnyét. Az Agrárkamara megyei elnöke erről is nyilatkozott televíziónknak. Rácz Imre elmondta, bár a szabolcsi dinnye később került a piacra, de a termelők aggódnak, hogy az alacsony 99 forintos értékesítési ár további felvásárlási árcsökkenést hozhat, amely az önköltségi árat sem fedezi. Veszteséges lehet a hazai dinnye termesztés idén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a beszállítókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartás és árképzés miatt kezdeményez vizsgálatot a Nébihnél. Értetlenül állunk a kamara is, illetve a termelők is, hogy a Görögországból ide szállított nagy távolság miatt 250-60 forintot elbíró árakról a magyar termelőket hogy akarjuk olyan helyzetben hozni, hogy 100 forintot nem ér a megtermelt árujuk, és akkor ez a 100 forintról úgy kell beszélni, hogy már az áruház 99 forintért akarja adni, akkor a felvásárlási ár, ez egy nagyon nyomott, azt hiszem, hogy egy önköltség alatti, mert azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy a Magyarországon termett dinnye
már most bekerüljön az üzletbe, az egy dupla takarásos, fóliás, nagy ráfordítási költséggel előállított termék lehet. 30%-kal emelkednek a vasutas bérek 2019 végéig. A MÁV csoport 3 évre szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel. Ennek értelmében idén 13, jövőre 12, 2019-ben pedig átlagosan 5%-kal emelkednek majd a fizetések. A Magyar Államvasutak ZRT abban bízik, ennek köszönhetően javul a vállalat munkaerőpiaci helyzete is. A sóstói múzeumfaluban ünnepeltek a MÁV dolgozói. Ebben az évben közel 8000-en látogattak el a 67. vasutas napra Nyíregyházára. A férjem mozdonyvezető, úgyhogy mindenféleképpen jöttünk. Szeretnek itt találkozni és itt szórakozni együtt. Én úgy gondolom, hogy a vasutas kollégákkal közösen kell dolgozni, hiszen a mindennapokban is közösen dolgozunk, és ha munkába jutunk, akkor az ünneplésen is együtt kell, hogy legyünk. 1951-től augusztus, 1961-től pedig július 2. vasárnapján ünneplik a vasutas napot a kormány határozata alapján. A kezdeményezés jótékony céllal indult több évtizeddel ezelőtt. Ez az ünnep már a 67. ünnep, 1950-ben. Volt az első vasutasnap, amelyik az első vasutasnap tulajdonképpen az lett volna a jelentősége, hogy a szegény gyerekeken segítsenek. Tehát ami különböző műsorok, rendezvények vagy amik voltak, azoknak a bevételeit a szegény vasutas család gyermekeinek ajánlották fel. Idén fogadták el a MÁV és a szakszervezetek közös béremelési megállapodását, hangzott el a nyíregyházi vasutasnapon. Ezt a vállalat sajtóközleményben is megerősítette. Ennek értelmében idén 13%-kal, jövőre 12%-kal, 2019-ben pedig további 5%-kal emelkednek a dolgozói bérek. Ez közel 38 ezer főt érint. A vasúti hálózat is fejlődik a következő években, ezt nemrég jelentette be a közlekedés politikáért felelős államtitkár. Olyan beruházások valósulnak meg, amelyek többek között segítik a nagyobb közlekedési sebesség elérését, és fejlesztik az internetes jegyértékesítést is. Idén Tiszalökön rendezte meg a WWF Magyarország az úgynevezett nagyugrás akcióját. A természetvédelmi szervezet célja az ember és a természetes környezet közötti harmónia újraélesztése, valamint a figyelemfelhívás a vízszennyezés megállítására. Tiszalökön kötöttek ki a PET kupa hajósai is. Ők az elmúlt héten 100 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a vízen, illetve az árterekről. Közös csobbanással ünnepeltek Tiszalökön vasárnap. Ebben az évben a Szabolcs megyei településen szervezték a WWF Magyarország központi eseményét. A kezdeményezés 2008 óta már hagyománnyá vált hazánkban is. 2015 óta pedig a településeket is megpróbálja bevonni a természetvédelmi szervezet. Így az elmúlt 2 évben 16 településen már több ezren ugrottak vízbe. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet folyóink szennyezettségére, amely nem minden esetben csak a külföldről érkező hulladékmennyiségnek köszönhető. Itthon is, hogyha az ártereket megnézzük, sajnos nagyon sokan hagyunk magunk után szemetet, ami ezt tovább rontja ezt a helyzetet, tehát a hulladékkérdés mindenképpen fontos, de nagyon sok egyéb olyan dolog van, amellyel szembe kell nézni, például a Tisza mentén nagyon sok helyen elszaporodott a gyalogakác, amely egy invazív, idegenhonos, tehát Észak-Amerikából származó növény, viszont abszolút kiirtja az őshonos növényeket, a madarak nem tudnak fészkelni a törzsére, és az árvízvédelmi kockázatokat is egyébként emeli. A PET kupa hajói is Tiszalökön kötöttek ki, ebben az évben már 5. alkalommal szervezték meg az akciót. A csapatok saját maguknak építettek hajókat, főleg PET palackokból. Idén Dombrádról indultak és Tiszalökig gyűjtötték össze az eldobált palackokat a vízről és árterekről. Egy hét alatt összesen 100 köbméternyit. Ezzel az egyedi, közel 4000 darab PET palackból készült hajóval is járták a Tiszát. 16 csapat vágott neki idén a Tiszának, de úgy kell ezt elképzelni, hogy a 16 PET hajót kísérte legalább 30 kenu, 4 motoros, ezek között az egyik az a Petényi volt, amely a világ első hulladékon lebegő hulladékgyűjtő hajója, ez itt látható mögöttem, illetve a vízimentők és a vízirendőrség, akiknek nagy-nagy köszönetet szeretnék mondani, mert minden nehézség ellenére vihar, komplikációk sikerült folyamatosan a biztonságunkat szavatolni.
Az összegyűjtött hulladékot önkéntesek pakolták, és még a hét elején elszállítja majd a szolgáltató, közölte Tiszalök polgármestere. Gömze Sándor hozzátette, első alkalommal biztosítottak helyszínt a nagyugrásnak, de reméli, hogy a WWF csapata hamarosan visszatér a településre. A mi folyónk, a mi Tiszánk, az nagyon megszenvedi, főleg a külföldről bejövő szennyeződések miatt az állag romlását, a növényvilága, az állatvilága, a példa, amit itt nekünk bemutattak, szörnyű. Tehát naponta 200-220 zsákkal gyűjtöttek be műanyag és ehhez hasonló hulladékokat. El lehet gondolni, hogy globálisan akkor milyen mennyiségekről beszélünk, és a Tisza megérdemli azt, hogy óvjuk, vigyázzuk. Európa szerte több mint 500 helyszínen 100 000 csatlakoztak a nagyugrás akcióhoz, amelynek része volt a tiszalöki csapat is. A nyíregyházi törvényszék gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt 1 év 6 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett fogház büntetésre ítélte S.I. vádlottat. A vádlott nagyecsedi ingatlanán tartotta 2 bullterrier fajtájú kutyáját, akik éjszaka kennelben, napközben pedig szabadon voltak az udvaron. 2016. május 18-án délelőtt a kutyák a drótkerítést megrongálva átjutottak a szomszédban lakó férfi udvarára. A sértett, a portájára átszökött kutyákat egy lapáttal visszakergette a vádlott ingatlanára, majd a kerítés javításába kezdett. Eközben a 2 kutya ismét rátámadt. A földre került sértettet az alsó végtagján és a karján többször megharapták. Lábszáráról az izomzatot teljesen lemarcangolták. A 85 év feletti idős férfi segélykiáltásait a szomszédai hallották meg, akik a kutyákat visszazavarták a saját területükre, majd a sértetthez mentőt hívtak. A sérülések következtében a sértett életveszélyes állapotba került, az életveszélyt az ideje korán érkező orvosi beavatkozás és a sértett lábának amputációja hárította el. Ennek következtében általános fizikai állapota leromlott, tartósan fekvő beteg lett, ezzel összefüggésben keringési elégtelenség alakult ki, amely 2016. október 23-án a sértett halálát okozta. Az ítélet a kihirdetés napján jogerőre emelkedett. 2 személygépkocsi ütközött össze hétfő délután Nyírjestanyánál. Az egyik autó balra akart kanyarodni, a mögötte érkező autó vezetője azonban ezt nem vette figyelembe, és hátulról neki ment a kanyarodónak, kidöntve egy közúti kereszttáblát. A balesetben senki sem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős. Újabb szereplőkkel gazdagodott a nyíregyházi állatpark papagáj bemutatója. Tankit és Katikát hamarosan láthatják, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Újabb kosarassal bővült a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. A 20 éves, saját nevelésű, 1-es-2-es poszton bevethető, az elmúlt szezont az Egyesült Államokban töltő Vida Zoltán 1 évre kötelezte el magát a kék cápák mellett. A hét második felében 6. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strand Foci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. Szombaton pedig sárkányhajó versenyt rendeznek a csónakázó tavon. Újabb szereplőkkel gazdagodott a nyíregyházi állatpark papagáj bemutatója. A már megszokott arák mellett mostantól a 3 éve a parkban kikelt kékhátú arapapagáj, Tanki és Katika, a katona ara is bemutatja tudását. A fiatal madarak gyorsan tanulnak, napról napra egyre több trükköt tudnak bemutatni, amit a park vendégei vastapssal díjaznak. A nyíregyházi állatpark egyik közkedvelt látványossága a papagájshow. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Morgó és Papesz már régi motorosok, több éve szórakoztatják a nagy érdeműt, de az idei szezon nagy meglepetése, hogy új fellépőket is láthatnak a park vendégei.
Új szereplőkkel gazdagodott állatparkunk papagáj bemutatója. A már megszokott arapapagájuk és kakadúk mellett, akik profi módon dolgoznak folyamatosan, a 3 éve nálunk kikelt katona arapapagáj, Katika, valamint a kékhátú arapapagájunk Tank is bemutatja tudását. Bár ők még csiszolják mindennapi tudásukat, hiszen még kis óvodásokról van szó, egyre ügyesebbek, és már be tudják mutatni, hogyan is másznak, hogyan is repülnek a látogatók között. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsók legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb súelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető, ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg. A hét második felében 6. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. Szombaton pedig sárkányhajó versenyt rendeznek a csónakázó tavon. A részletekről ma tájékoztatták a sajtóképviselőit. 12 csapattal indult, az elmúlt évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a sóstói nyári torna. A szervezőknek így limitálniuk kellett az indulók számát, és bár 15 együttes a várólistán van, ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 000 forint összdíjazási tornának. A résztvevők 5 megyéből érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre. Egy hónappal ezelőtt le kellett zárnunk a nevezéseket, hiszen megtelt a létszám, volt olyan csapat, amelyik már januárban elfoglalta a helyét, ezek visszatérő csapatok, és hát gyakorlatilag véges, hiszen 40 férfi csapatot és 4 női csapatot tudunk fogadni a tornára. Én bízom benne, hogy most is ugyanilyen jó fogják érezni magukat, mint ahogy eddig történt, hiszen most is 5 megyéből érkeznek hozzánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 14 településről, és természetesen a nyíregyházi speciális kispályás csapatok is itt vannak ezen a tornán, és egy fantasztikus torna elé nézünk. A legnagyobb varázsa az, hogy a labda 80%-ot a levegőbe tartózkodik, hiszen óriási ollózások vannak, speciális szabályok vannak a strandfociba, és ezt már egyre többen megtanulják, hiszen az elején ilyen óvodás lépésekkel haladtunk előre, de most már olyan csapataink vannak, akik bejárják az egész országot, és viszik a jó hírünket, és én bízom benne, hogy egyre többen fognak még csatlakozni ehhez. A strandfoci egy nagyon érdekes, varázslatos játék. Szombaton 2. alkalommal rendezik meg a csónakázó tavon a sárkányhajók versenyét. 10 fős csapatokat várunk szeretettel, 3 sárkányhajó fog egyfolytában küzdeni ott a csónakázó tavon. 15 csapat már jelentkezett, úgyhogy ez egy jó kis csapatépítő tréning. Baráti társaságok kerestek meg bennünket, családok, baráti társaságok. Én azt gondolom, hogy egy önfelett szórakozás lesz. Párhuzamosan pedig lesz egy barkács, bogrács verseny, amatőr 5 fős főző csapatok jelentkezését várjuk még mindig. Már jelentkeztek. 12 csapat jelentkezett. A sárkányhajó versenyen résztvevő csapatok 150 méteres távon mérik majd összetudásukat. A parton a főzőverseny ideje alatt színpadi kísérőprogramok is szórakoztatják az érdeklődőket. Újabb kosarassal bővült a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. A 20 éves saját nevelésű 1-es-2-es poszton bevethető. Az elmúlt szezont az Egyesült Államokban töltő Vida Zoltán 1 évre kötelezte el magát a kék cápák mellett. A hétvégén akkreditált edző továbbképzést tartanak a klub szervezésében. Bár a felkészülést majd csak a hónap végén kezdik hivatalosan a nyíregyházi kosarasok, a csapat kerete szinte már teljesnek mondható. Egy légiós érkezik még a kék cápákhoz, de a magyar játékosok száma már nem bővül tovább. Utolsóként a 20 éves Vida Zoltán kötelezte el magát a klub mellett. Mint Sitko Ernő, szakmai igazgató elmondta, az új játékos szerződtetése beleillik abba a koncepcióba, amely a saját nevelési kosarasok szerepeltetését tartja a legfontosabbnak.
Amit tudni kell róla az az, hogy itt nevelkedett nálunk szintén Nyíregyházán, és nagyon örülök annak, hogy újra egy olyan játékos tér vissza hozzánk, aki nálunk nevelkedett. Az előző évet Amerikában töltötte. Reméljük, hogy sokat tanult Amerikában, és azt majd át fogja tudni adni nekünk is, és hasznos tagja lesz a csapatunknak. Ő 1-es-2-es poszton használható, és úgy gondolom, hogy szükséges is az, hogy ezt a területet erősítsük, illetve az edzések minősége is nagyon fontos, és hogyha sokan vagyunk, akkor sokan jó szinten játszó játékosok vannak, akkor úgy gondolom, hogy komolyabb munkát tudunk végezni. Illetve egy másik tényező is nagyon fontos, amikor a tavalyi bajnokságot elkezdtük, az elején nem igazán találtuk azokat az embereket, akik a padról bevethetőek, és tudnak segíteni a csapaton. És ugye tudjuk, hogy az első 11 fordulóból 5-öt veszítettünk, viszont amikor megtaláltuk azokat az embereket, akik a padról bejövet is tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Onnantól kezdve azért kezdett kisimulni a csapat teljesítménye, és egyre jobban tudtunk játszani. Ezért is szeretnénk, hogy hosszú legyen az a rotáció, akiket be lehet küldeni a pályára. A kosárlabdával Vajda Tamás kezei alatt megismerkedő fiatalember elmondása szerint sokat fejlődött az Egyesült Államokban eltöltött idő alatt. Amerikában voltam ugye most egy teljes szezont, 7 hónapot, Floridában, Daytona Beach-en. Egy ilyen akadémián voltam, ahol azzal foglalkoztak, hogy a játékosokból a maximumot kihozni, és nagyon sok edző foglalkozott velünk, akik NBA draftra is készítenek fel játékosokat, és így a maximumot hozták ki belőlünk, rengeteget fejlődtem, rengeteg új dolgot tanultam kint, és ezt nagyon remélem, hogy itt majd tudom kamatoztatni a magyar bajnokságba is, és a magyar játékosokkal is. A hétvégén, szombaton és vasárnap a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által akkreditált edzőképzést tartanak a Continental Arénában. Általában ez 2 napos szokott lenni, reggel 9-kor kezdődik regisztráció, majd a regisztráció után jönnek az előadások. Bizonyos korosztályoknak szólnak ezek az előadások, de igazából én azt szeretném, hogyha mindenki figyelne rá. Egy picit átalakult az elmúlt időszakban a bemelegítés, picit más területre helyeződött a kondicionáló jellege is a kosárlabdának. Az egész kosárlabda a fizikumról szól, aztán csak utána jönnek a technikai dolgok, és szeretnénk, hogyha egy kicsit belelátnának az érdeklődők abba is, hogy a Blue Sharks milyen taktikával és milyen körülmények között dolgozik. Az elmúlt héten az MKOS elfogadta az NB1B verseny kiírását. Ez szerint úgynevezett piros és zöld csoporta válik ketté a mezőny. A kék cápák a felsőháznak számító piros csoportban szerepelnek majd, többek között az élvonalban bennmaradó, de később visszalépő vasas társaságában. A 26 meccses alapszakaszt követően az első 8 helyezett játszik majd a feljutásért. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket. Még egyszer, röviden. Lassan halad az aratás megyénkben az esős időjárás miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 55 ezer hektáron termelnek gabonaféléket. A búza betakarítását késlelteti a rossz időjárás. A gazdák tartanak attól, hogy a sok eső ronthat a termés minőségén is. A felvásárlási árak a terméshozamtól függenek majd. Jelenleg 42 ezer forintot adnak tonnánként a búzáért. 30%-kal emelkednek a vasutas bérek 2019 végéig. A MÁV csoport 3 évre szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel. Ennek értelmében idén 13, jövőre 12, 2019-ben pedig átlagosan 5%-kal emelkednek majd a fizetések. A Magyar Államvasutak ZRT abban bízik, ennek köszönhetően javul a vállalat munkaerőpiaci helyzete is. Idén Tiszalökön rendezte meg a WWF Magyarország az úgynevezett nagyugrás akcióját. A természetvédelmi szervezet célja az ember és a természetes környezet közötti harmónia újraélesztése, valamint a figyelem felhívás a vízszennyezés megállítására. Tiszalökön kötöttek ki a PET kupa hajósai is, ők az elmúlt héten 100 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a vízen, illetve az árterekről. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 11-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra!
Holnap többnyire napos meleg időre számíthatunk, az éjszaka átvonuló hidegfront mögött szerdán napközben átmenetileg szárazabb, majd estétől nyugat felől ismét nedvesebb és több fokkal hűvösebb levegő érkezik térségünkbe. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég és ismét várhatók záporok, zivatarok. Az északira forduló szél általában mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, majd estétől erősen megnövekszik a felhőzet, estig nem valószínű csapadék, a nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte hideg, majd szerdán napközben gyenge melegfronti hatás érezhető térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli és kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A magasabb északnyugat felől érkező, több fokkal hűvösebb levegő hatására a hét második felében enyhül a meleg. Csütörtökön és pénteken napközben általában a sok napsütés és mérséklődő nappali felmelegedés lesz a jellemző, azonban szombaton ismét egyre több helyen számíthatunk csapadékra. Vasárnaptól pedig újra melegedés kezdődik.